Nyári tábort szervezett a Csornai Népjóléti Szolgálat. Németné élő Zsuzsanna elmondta, minden évben nagy sikerrel rendezik meg a napközis tábort, ahol a gyerekek változatos programokon vehetnek részt. Csornán immár a hagyomány, hogy a Család és Gyermekjóléti Szolgálat minden nyáron napközis tábort szervez olyan gyermekek számára, ahol a szülők dolgoznak, és a gyermekek igénylik a felügyeletet. Évek óta szervezzük ezt az egyhetes, 8-tól 4-ig tartó napközis tábort, ahol változatos programokat igyekszünk a gyermekeknek biztosítani. Az idei évben is megrendezésre került, július 4-től ezen a héten a napközis tábor. Minden évben az Écsenyi iskola ad helyet a foglalkozások és a gyülekező számára. Onnan indulnak a gyermekek a napi programokra. Az idei évben 26 kisgyermek jelentkezett, ez a tábor önköltséges, tehát a szülők fizetnek az étkezésért, valamint a programokért. A heti programban szerepelt karate bemutató, ellátogattak a gyerekek a rendőrségre, a cserépgyárban tesznek látogatást, ismerkedhetnek meg a cserépgyárban folyó munkával, egy napot strandon töltenek, a Döri fazekas mester mutatja meg a gyermekeknek a cserépgyártás, illetve az agyagozás portéjait, valamint ellátogattak a múzeumba, illetve a könyvtárban lesz egy foglalkozás a gyermekek számára. Mi a célja ezeknek a napközis táboroknak? Igazából a célja az, hogy a gyermekek felügyelet alatt legyenek, ahol a szülők ezt nem tudják biztosítani. Nagyon fontos az, hogy ne csellengjenek, ne csavarogjanak, tehát mindenképpen a cél az, hogy felügyelet alatt legyenek ezek a gyermekek. Általában alsó tagozatos gyermekekről beszélünk, tehát nagyon fontos, hogy nekik számukra mindenképpen biztosítsunk felügyeletet. A nyári táborokon kívül milyen más táborokat szerveztek még a évben? Ebben az évben, illetve már az elmúlt két nyáron is szerveztünk a Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával egynapos kirándulást gyermekeknek. Tavaly a Győri Állatkertben, illetve az Ugri Parkban voltunk, az idei évben pedig az Mosonmagyaróvári Futurába vittük el a gyermekeket. Egy egész napos program keretében ismerkedhettek meg a különböző fizikai kísérletekkel, érdekességekkel, és egy nagyon kellemes napot töltöttünk Óváron. Jövőben is szeretnének rendezni hasonló programokat? Igen, tervben van, ugye, mint ahogy mondtam az elején, már évek óta hagyomány ez a tábor. Nagyon várják a szülők, tavasszal már érdeklődnek, hogy készülünk-e ilyen tábort szervezni. Nagyon nagy igény van rá, és mindenképpen, hogyha lehetőségeink lehetővé teszik, akkor jövőben is szeretnénk táborokat szervezni. Mai műsorunkban a gyerekek beszélnek a táborban szerzett élményeikről. Hát nekem szerdán az egész nap ott voltunk a termálban 2:30-ig, és onnantól pedig a zöldfa ebédlőben ebédeltünk, és a barátaim Nóri és Anna, és nagyon jól éreztem magukat velük. Most a Széchenyi udvaron vagyunk, és agyagozás van most, és lehet csinálni különböző tárgyakat. Én egy szerűzatartot csináltam. Nagyon jól éreztem magamat. Ott voltak a barátaim is, Bognár Kici Nóra, Vida Márk, és még van két barát, van két olyan közepes barátom, van még egy, Horváth Noel Gábor, van a Takács Dominik, meg a Vági Petúr, ők a legkedvencebb napom, az volt, amikor elmentünk a termálba, és fürödtünk. Mert még a mai nap is elég jó volt, csak mama, az volt a legjobb része a napnak, hogy most éppen itt van egy agyagos, aztán csináltunk ilyeneket. Én éppen műzlistát csináltam, azért, mert abban majd teszek ilyen kis legókat, amiket csináltam, aztán nos, minden jó az iskolában.
Szeretem a tanárnéniket is, Dóri nénit, meg Anett nénit is. Minden tanárnénit szeretek, aki a nyári táborban van. Remélem jövőre is. Remélem örökre megyek táborba. Remélem. És a kedvenc napom az volt, amikor kimentünk a termárba füledni, és szereztem új barátokat is, és úgy hívják, hogy Tóth Laura. És még Farkas Réka és Kovács Laura. Neked melyik program tetszett a legjobban? Nekem az a program tetszett a legjobban, amikor voltunk a rendőrségen, ilyen biciklis feladatok voltak, és nagyon szerettem azokat, mert voltak ilyen szalonozások is, meg egyéb más dolgok is. Nekem a keddi nap tetszett a legjobban, mert rendőrségen voltunk, és ott lent a rendőrségen az udvaron volt biciklis akadálypálya, és ott lehetett biciklivel menni, és fönn a rendőrségen pedig új lenyomatot vettek tőlünk, és körülnézhettünk ott a fogdáknál is, be is mehettünk, és nekem azért tetszett ez annyira, mert én nyomozó szeretnék én is lenni. Csókolom, Bálint vagyok, és mikor kezdődött a nyári tábor, mentünk karatéra, aztán törtünk mindent, én eltörtem egy cserepet, meg elrúgtam egy lécet, kettőt is, meg még a szerdai nap volt a legjobb.